Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Helyi Értékben. Semmelweis nap alkalmából Újpest egészségéért díjakat adtak át. Az egyik díjazott Zsuzsanna a vendégem, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, és őről rögtön eszembe jutott a Helyi Érték szó. Hány éves pályafutásról, hivatásról beszélünk, mert a hivatás lesz itt a jó szó. Igen, hát összesen 58 év, és Újpesten 53 évet dolgoztam összesen. Na, induljunk el Kiskunhalasról, ugye? Igen, onnan indul ez a hivatás, ez a gyönyörű hivatás, ami nagyon nehéz is, de nyilván ezekre is majd kitérünk. Kiskunhalason hol helyezkedett el? A érettségi után én énektanárnő szerettem volna lenni, Baján felvételiztem, de nem került akkor az a szak terítékre, tehát nem mehettem, és így akkor egy nagyon kedves családi ismerős orvos házaspár mondta, hogy menjek el a tüdőgondozóba dolgozni, és akkor ott ragadtam 6 évig, amíg férhez nem mentem. És a férjel került Újpestre? Nem, ő újpesti, és én hozzá férhez mentem, és így kerültem Újpestre 1970-ben. És 70-ben éppen hova itt Újpesten, melyik intézmény? A Károly Sándor kórházba jelentkeztem, mert ott raktunk a Viola utcába, pont a Károly kórháznál, és hát mondták, hogy nagy örömmel fölvesznek, de megfelele nekem az Árpád kórházi telephely, mert akkor ugye még elbetadom. Mondtam, hogy természetesen. És akkor ott is nagyon kedvesen fogadtak, a doktor Nyírő László volt akkor a főorvos, a híres Nyírő professzor úrnak a fia, és ott kezdtem el dolgozni, elvégeztem a röntgenasszisztensi iskolát, és hát ott volt gyerekgyógyászat, neurológia, urológia, belgyógyászat, gégészet, és 2 év után kezdődött a baleseti sebészet. Talán az a legnehezebb. Az. Ugye? Az nagyon-nagyon nehéz munka volt, nagyon nehéz, de imádtam csinálni, nagyon szerettem. Ott nem, tehát nem lehetett válogatni a betegekben, hát nem, az egy adhok dolog. Igen. Ahogy bekerültek a mentővel, az orvosok fölvették, megmondták, milyen felvételeket kell csinálni, már tolták is át hozzánk a röntgen osztályra. Fiatalon nem volt rémisztő, ez egy fiatal asszonynak a rengeteg beteg, a bármilyen beteg, nyilván nem csak ápolt betegek voltak, főleg egy baleseti sebészeten, aztán meg oda nem is készül az ember, tehát nem úgy van, hogy tudom, hogy 5 órakor megyek erre a vizsgálatra, hanem bekerülök, mert valami baj történt, tehát ott aztán az nagyon nehéz. Én nem tudom, én nekem ilyen dolgok akkor eszembe se jutottak. Csak csináltam, mert szerettem, beszélgettem velük, szóval én nagyon-nagyon szerettem ezt a munkát, és nem beszélve arról, hogy az orvosok rendkívül kedvesek, tisztelettudóak voltak felénk, mint röntgenesek, és a kollégák is. Hát volt olyan ügyelet, amit egyedül csináltam, baleseti ügyeletet, és akkortól kezdve vezették be azt, hogy utána már csak ketten lehettünk. Annak mert volt valami olyan, külön oka? Az, hogy nagyon-nagyon sok munka volt. Tehát ugye meg kellett csinálni a felvételt, akkor még kézzel hívtunk, mártogattuk a hívóba, meg a fixálóba a filmeket. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. És azután aztán kettesével ügyeltünk. Baleseti sebészetet meddig csinálta? Hát 92-ben mentem át a Károlyba, addig egyfolytában, sőt, még ügyelni átjártam a Károlyból is az Árpád kórházba. Nagyon sok múlik azon, szerintem, ugye minden ember volt már röntgenen, hogy egy röntgenasszisztens hogy szól hozzá, hogy kezeli. Sokszor, azért találkoztam én is, sokszor nagyon kedvesek, de én is találkoztam olyannal, aki nem volt kedves, pedig nagyon, nagyon tud segíteni. Hát igen, ezt ön igen, aztán igen, nagyon jól tudja. Én úgy hallottam, hogy ön mindig kedves volt. Én igyekeztem mindig. És hát kaptam is visszajelzéseket a betegektől, úgyhogy... Hiszen szoronganak az emberek, igen, ugye? Igen, igen. Így van. A baleseti sebészet után hogy jött a váltás? Ott? Hát azt most nem akarom elmondani, hogy egyszerre 5-en mondtunk föl az Árpád kórházba egy bizonyos ok miatt, és akkor én mehettem volna akárhova, de azt mondták a
hogy mondjam, a Rácné Editke volt gazdasági igazgató, hogy ha akarok, menjek át a Károlyba, vagy a Városiba, bárhol szívesen fogadnak. És akkor én a Károlyit választottam. És említette nekem, mikor itt beszélgettünk a riport előtt, hogy a mammográfiára... Igen, igen, megindult a mammográfia, hosszú-hosszú évekig csináltam, igen. Nem akarok nevet mondani, de egy színésznő is járt hozzánk, az is nagyon-nagyon szeretett engem. Hát egy nőnek talán ez a legnehezebb vizsgálat. Igen, én magamból kiindul, azt gondolom, hogy talán ott szorongok én is a legjobban, sokszor. És ott nagyon kell a támogatás. Igen, igen. És már a gépnél, mert ugye utána konzultálunk az orvosokkal, de a gépnél ott állnak az asszisztensek, igen, akikre már akkor úgy nézünk, mint a megmentő. Igen, mert sokan úgy érzik, már úgy jönnek, hogy azt hallottam, hogy ez borzasztóan fáj, és hogy nem lehetne csak ultrahangot csinálni, és akkor az orvos elmondja, hogy nem lehet, mert elsődleges a mammográfia, a felvétel, és utána aztán a ultrahang. És egy idő után ugye olyan volt már ez az öreg gép a Károlyiba, hogy az STK-ba vettek egy új gépet, és akkor ott folytattuk a mammográfiát. Most a mi beszélgetésünk nem ez a célja, de azért mondjuk el a hölgyeknek, hogy menjenek és ne féljenek. Igen, feltétlenül nagyon fontos a mammográfia és az ultrahang és a kontroll. Tehát évente vagy két évente, az attól függ, hogy valakinek cisztát vagy valamit találnak a mellébe, az jöjjön évente, ha nem, akkor elég két évente is. Félelem és még 65 év fölött is, mert bizony még olyankor is vannak, hogy találunk tumoros emlőket. Egy kicsit sztorizgassunk, hiszen ön olyan emberekkel, olyan színészekkel találkozott, talán még a Kiskunhalasi időben, tehát most menjünk vissza ott, oda. Kiskunhalason megmondom én kivel, akit nagyon-nagyon kedveltem. Ugye mi mellkas felvételeket csináltunk ott, és ha a főorvos úr talált valamit, akkor fölhívta Szegeden a Kulka professzor urat. A Kulka János édesapja? Igen, pontosan, és ő lejött Kiskunhalasra, és megbeszélték, hogy na akkor milyen operációra van szüksége a betegnek, és nagyon kedveltük őt, egy olyan kedves, aranyos ember volt, hogy ezt el sem tudom mondani. És ugye havonta, két havonta jött Halasra. És akkor még kiket hát Halason más olyan nagyon híres dolgot nem tudok mondani. Akkor jöjjön Pest! Igen. Itt nagyon édes volt a Latinovics Zoltánnak volt egy balesete. Most nem emlékszem rá, hogy a válla vagy a felkarjával röntgeneztem, mert ugye azt egybe csináltuk, de röntgeneztem, nagyon kedves volt, és tetszett neki azt, hogy én ő betűvel beszélek. És elkezdett mosolyogni, és mondta, hogy jaj, de szépen beszél ő betűvel. Hát mondom, mivel, hogy Kiskunhalasi vagyok, és még most kerültem Pestre, ezért aztán még igencsak ővel. Hát most már nem. De az, hogy belépett az ajtón, és akkor meglátta Latinovics Zoltán, tehát el sem tudom ezt a szituációt. Nem, én már tudtam, mert jön a papír, ugye, hogy kiről kell röntgen csinálni. Áthozták a papírt. És akkor bekísérték természetesen, és akkor megcsináltam a röntgent róla. Aztán Bacsó Péter? A Bacsó Péter, igen, édes pofa volt. Aval úgy különösebben nem beszélt, csak az volt az érdekes, hogy a lábúját kellett röntgenezni. A Gregor József pedig a... Gregor Zoltán, vagy Gregor József? A Gregor József. Gregor József? Igen. Ő járt gyakran a gégészetre a Csordás főorvos úrhoz. Szinte évente jött, és önről a mellkas felvételt kellett csinálni, orrmelléküreg felvételt, ő is egy nagyon kedves, aranyos, robosztus ember. És még nem tudok elszakadni Latina, hogy Zoltán, tehát ugye nagyon szép férfi nagyon volt. Ja, és kilestük, egyszer jött a Rutkai Éva hozzá. Hát azt csak az ablakból láttuk, de mindenki rohant az ablakhoz, és néztük, hogy jött hozzá. Még egy legendát hallottam őről, hogy nekem a sütemények királynője van, és egy ilyen darabos, hogy milyen sütemények? Hát én mindenféle sütemények, a legjobban szeretik a lányok, hogyha francia almatortát csinálok. Most nem olyan régen, mielőtt még ez a díj dolog kiderült, akkor éppen epertortát vittem nekik. Most meg a díj után pedig vittem ezt a meggyes piskótát. Mert nagyon szeretik, amit sütök. Szeretek sütni, én otthon állandóan főzök, sütök. Tehát el vagyok otthon.
Említett, hogy mielőtt kiderült a díj, az hogy derült ki? Akkor éppen hol volt? Mit csinált? Hogy tudta meg? Hát én nem is tudom. Én egyszer csak fölhívott a vezető asszisztens, Robi, és mondta nekem, hogy Zsuzsikám, fölterjesztettünk téged Újpest egészségére. Micsoda? Hát, hogy te már olyan nagyon hosszú ideje itt dolgozol Újpesten, és ha valaki, akkor te megérdemled. Hát én mit mondjak, hát szóhoz se tudtam jutni. És akkor mondta, hogy majd kijönnek a tévétől, és beszélnek a főorvosúrral, a Békefi főorvosúrral, akit imádok, aki a szakma csúcsa tényleg. A vezetőasszisztensnővel beszéltek, és egy régebbi kolléganőmmel. És amikor ezt megtudtam, hát nagyon ledöntöttem, mondtam a férjemnek is, mondom, ezt nem hiszem el. És hát így történt, hogy kaptam ezt a díjat. Hogyan telnek most a napok? Most elárulhatunk egy titkot, itt a stúdióban mellettünk ül egy kis hölgy, az unokája. Itt van önnél. Igen, itt nyaral nálam. Igen. Spanyolországban, Majorkán élnek a szüleivel, és hát nyáron itt szokott lenni. Tavaly 2,5 hónapot volt, most az idén csak 1,5 hónapot, és én megviszem majd ki. Zsuzsanna, hogy tudott ilyen mosolygós maradni? Azért az egészségügyben eltöltött ennyi idő után. Hogy tudott ilyen optimista maradni? Hát én mindig optimista voltam. Tehát én mindig csak a jót feltételeztem mindenkiről, és így gondolkoztam. Tehát mindig a jót láttam mindenben. Volt, nem mondom, hogy nem voltak bosszúságok, meg olyan dolog is volt, hogy azt mondtam a kollégámnak, hogy na ezt a beteget, ezt a felvételt én nem tudom megcsinálni. Lehet erről beszélni, hogy mi volt ez? Egy vonatgázolt fiatalember, akinek a lábát zsákba mellette hozták be. Az az egy alkalom volt, amikor azt mondtam, hogy ezt nem tudom. És volt egy nagyon-nagyon jó kollégám, a Sinkó Feri, ővel nagyon sokat ügyeltem, és akkor azt mondta, hogy persze, hát na, hogy megcsinálom. Ilyen. De aztán volt olyan, hogy egy melkas sérültnek a kés benne a melkasába, és akkor rohanni kellett föl a műtő előterébe, és ott megröngenezni. Tehát voltak nagyon-nagyon rázós ügyek. De soha nem gondolta azt, hogy abba hagyom. Hogy ott hagyom? Nem. Soha. Mert ennél szerintem csak könnyebb hivatást tudott volna választani. Ez nagyon-nagyon... És milyen messze van az énektanárnői. Igen. És még ilyen a pályával kapcsolatban, hogyha fiataloknak kellene tanácsokat adni, mert azért van annyi tapasztalata és valannyi életismerete, hogy tud nekik tanácsot adni, hiszen most tényleg nagyon nehéz az egészségügyi nagyon, dolgozóknak. Nagyon bár nehéz. A technika jobb lett, a technika profibb lett, hát nyilván. Hogyne, hát igen, hamarabb igen. Látunk, hamarabb tudunk igen, tenni, igen. De biztosan nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hát csak abból is leszűrhető, hogy milyen nehéz, hogy a kolléganőim közül, akik most fiatalok ott vannak, nem egy, nem kettő, nem három másodállásba is jár. Ez nem így volt, ugye, régen? Nem. Tehát megvolt a munkájuk, igen, itt is igen, most elmennek igen, máshova. Igen, elmennek máshova, és ugyanezt a munkát végzik, csak egy másik intézetbe. Tehát ez szörnyű, hogy nem jut a családra idejük. Hát én nem is tudom, hogy azt hogy tudják úgy összeegyeztetni szegénykéim, hogy egyik helyről rohannak a másikra. Az ön férje hogy bírta ezt? Jól. Vitt haza problémát? Volt olyan? Hát azért... Meséltem dolgokat, de nem. Nem mondta soha azt, hogy na hagyd abba, vagy valami, nem. De amikor elmeséltem, hogy mikor a gyerekosztály is volt az Árpád kórházban, igen. És hozták azokat a pici, édes kis babákat, meg kellett röntgenezni. Hát ugye akkor még nem volt igazi sugárvédelem, és nekünk be kellett ólomköténybe öltözni, ólomkesztyűbe, és úgy betartani a kisbabát, mert ugye nem mindegyiket lehetett fekve röntgenezni. És akkor szépen beálltunk, és fogtuk a babát ólomkötélybe, ólomkesztyűbe. De olyan aranyosak voltak, hogy nem az jutott eszembe, hogy jaj, most ebbe az ólomba itt áldogálnom kell, és sugárba fürödni, hanem az, hogy a kisgyereknek meglegyen az a melkas felvétele, és tudják, hogy van-e valami baja. A saját egészségét sosem féltette? Volt, amikor igen, mert volt olyan kolléganőm, aki meghalt, tehát... A röntgensugárnak köszönhetően, az, a, kettő vagy három.
Ez hogy történt? Úgyhogy kiderült, hogy az egyik csontrákos, a másik pedig gégerákos, és arra vezették vissza. És akkor ön mi? Tehát azt hogy lehet így kezelni? Én azt mondtam magamra, hogy én vigyázok magamra, megpróbálok mindent, ami tőlem telik annak érdekében. Na és hát állandóan ellenőriztek ugye bennünket. Igen. És hát soha nem. Egyetlen egyszer volt egy picivel magasabb az értéke, mint amennyi lehetne, de nem történt. Arról lehet beszélni, hogy hogy ellenőrzik önöket? Hogy az hogy történik? Van egy doziméterünk, ami méri, hogy mennyi sugárterhelést kapunk. Hát ezek a mostani modern gépek, ezek már szinte semmi sugárterhelés nincs. Ugye a mammográfiánál is sokan azzal védekeznek, hogy azért nem mennek, mert a sugárzás, és ugye én úgy hallottam, hogy egy repülőre felülök, és elmegyek valakőbe annyi. Igen, most már nem éri a betegeket. Mert ugye annyira fontos ez a nőknél, hogy azért mondom, most visszacsatolok erre, de azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell győzni a szűrést. A fajta mammográfiát, mert van ám olyan is, hallottam komoly pénzekért, nem tudom mi a neve, most nem jut eszembe, amikor hasra fektetik a hölgyeket, és belóg a mellük. Igen. És arról kiderült, hogy nem igazi értékeket nekem adnak. Nekem azt mondja a radiológus, hogy csak a mammográfia ultrahanggal kiegészítve, csak az így a van, biztos. Így van, és így bárki van. Bármit mond, és bárki íteget, hogy mert a fájdalomtól lett az, nem attól igaz, lesz. Igen. De ezt nem lehet elégszer mondani. Igen, ezt nem lehet elégszer. Nem. Önnek hány gyermeke van egyébként? Kettő. Egy lány és egy fiú. A lány ilyen Majorkán. Igen. A fiam meg kamionos. Tehát ebben a hivatásban, az egészségügyben önt nem követte senki? Nem. Azt meg lehet kérdezni, hogy a férje mivel foglalkozik? Autóvillamossági műszerész. Hát most már nyugdíjas ő is. Azt már úgy kérdeztem, hogy mivel telnek a napok így nyáron, de ennyi munka után, ilyen hivatás tudattal, hogy lehet nyugdíjas éveket élni nyugalomban? Hát jól el vagy. Van kertünk, kertészkedem otthon. Jó nagy házunk van, állandóan valamit csinálni kell, és hát a gyerekekkel, a másik két unokámmal is nagyon sokat együtt vagyok, ők is sokat járnak hozzánk, tehát elszaladnak a napok hihetetlen gyorsasággal. A gyermekei mit szóltak a díjához? Hát ők is meglepődtek, a nagy unokám is ott volt, a kicsi is ott volt, úgyhogy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt, nagyon örültünk neki. Én köszönöm, hogy eljött, gratulálok, hogy megkapta ezt a csodálatos díjat, nyilván meg is érdemelte, de nagyon. Köszönöm további nagyon szép, hosszú életet kívánok hát önnek. Hát szeretnék, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.